Sziasztok! Itt egy újabb vlog bejegyzés. Ma egy olyan élményem volt, ami egyre inkább megerősített abban, hogy nagyon helyes, hogy elkezdtem vlogolni. Még pedig az történt, hogy elmentem a pszichiáteremhez, aki amúgy nagyon jó fej, és elég régóta ismer engem, bár nem túl mélyen, tehát nem ilyen terápiás szinten, de mi így emberként ismerjük egymást, és kezelt is, ami a jelenti, hogy írt nekem gyógyszert, de igazából sajnos ilyen mélyebb terápiás kapcsolat nem tudott kialakulni a magyar egészségügy jellegéből adódóan. És az a helyzet, hogy, hogy ma, ma, történt az, amiről már egyszer beszéltem, hogy, hogy ő ugye egy rövid idő ideig látott engem, és, és nem tudta megítélni jól az állapotomat, mert egy, egy, nagyon érzékeny témával kapcsolatban ott a rendelőben elsírtam magam. Na most, na most az a téma olyan volt, hogy, hogy, hát furcsa is lenne, ha valaki sosem sírna el magát rajta, és én itthon mindig nagyon összeszedett vagyok. Az összes ismerősöm meg barátom, azt mondja, hogy én összeszedett vagyok. Nagyon ritka, amikor szétesetnek tűnök, és általában annak nagyon nyomós oka van. Tehát én úgy, úgy magamtól, úgy, úgy, csak úgy nem szoktam szétesni, és nem szoktam rossz állapotba kerülni. Ahhoz azért eléggé oda kell tenni magát valakinek, vagy történik el valaminek, hogy én ne legyek összeszedett és hát sajnos az elmúlt időszakban voltak is ilyen dolgok, azért is kellett újra pszichiáterhez mennem, és ma elmentem hozzá, és ugye szóba került ez az érzékeny téma, és ő tudta, és sőt, még mondta is, hogy milyen ügyes vagyok, hogy én abba hagytam a pszichiátriai gyógyszert, a kventiaxot. Amikor viszont ma sírva fakadtam, akkor azt mondta, hogy jaj, talán mégiscsak jobb lenne, ha fölírnék magának kventiakszot, nehogy dekompenzálódjon. És akkor én én néztem, és mondtam is neki, hogy ne haragudjon, de nekem nagyon rosszul esik, hogy itt, ezen az általam védettnek hittérben elmertem sírni magam, és ön ezért kventiakszot akar írni. Tehát, hogy is mondjam, azért... Azért annak indoka kell, hogy legyen a pszichiátriai gyógyszerírásának, és az, hogy valaki egy emberi érzelmet kimutat, ráadásul teljesen adekváltan, mivel egy olyan szituációban voltam, ahol nekem nagyon fájdalmas dolgokról estek, esett szó. És, és én azt gondolom, hogy Ettől nem szabadna megijedni. Én értem, hogy, hogy a, az orvosok ugye itt totál le akarják védeni magukat, hogy nehogy Isten őrizza beteg, otthon elkezdjen bútorokat darabolni, meg, meg mit álmok futni, de, de azért ö, próbáljuk már egyénenként megfigyelni az embereket, és, és, én értem, hogy, hogy két havonta találkozni egy-egy órára, vagy 45 percre, az nem igazán sok. Tehát nem tudunk egy embert úgy megismerni és a mindennapjaiban megtapasztalni, és tulajdonképpen nem tudunk úgy felelősen gyógyszert írni, hogyha az embert csak egy kis időre látjuk, ráadásul nem a maga természetes környezetében, hanem, hanem egy orvosi vizsgálóban, ahova esetleg eleve szorongással megy, ahol előkerül egy, egy szorongató téma, amit, amivel én igazából egész nap nem foglalkozom, mert jobb dolgom is van annál, és rengeteg örömteli dologgal tudom magam lekötni. Tehát tehát az, hogy az, hogy egy pszichiátriai vizsgálaton ö, feljön valami necces téma, ö, az nem azt jelenti, hogy én a mindennapokban dekompenzált vagyok, és, és igazából a pszichiátriai gyógyszereket nem prevenciósan kéne szeretni a betegekkel. Tehát attól, mert valakinek van egy pszichiátriai diagnózisa, még nyugodtan sírhat. A sírás az egy természetes emberi dolog. És, és az a baj, hogy a modern társadalomban így, így rászoktak arra az emberek, hogy semmilyen diszkomfortot nem tűrnek el. És én most nem arról beszélek, mikor valakinek kibírhatatlan fájdalmai vannak, vagy súlyos öngyilkossági gondolatai, tehát, tehát nem ezekre a nagyon durva és nagyon életminőséget befolyásoló dolgokról beszélek, hanem arról, mikor valaki egy szomorú dolgon elsírja magát, mikor egy felháborító dolgon felháborodik. Tehát, tehát hogy is mondjam, a, az élet az nem ahogy egy ismerősöm szokta mondani, egyenletesen bárányfelhős. Az élet, a stresszes. És ha egy stressz helyzetben valaki adekvátan reagál, és mondjuk nem röhög, hanem sír, vagy, vagy mondjuk egy, egy gyász esetén gyászol, akkor az, az legyen már normális, akkor az legyen már elfogadott. Tehát engedjünk már teret az ember érzéseinek, jó, persze, lehet, hogy valakit zavar. Akkor menjen arrébb. Vagy akkor én megyek arrébb. Tehát így, bocsánat, a pszichiáter zavarja, hogy egy érzékeny témán elsírom magam, akkor, akkor, akkor kinek kell gyógyszer? Tehát így nem értem. Én értem, hogy, hogy biztos nehezére esik látni, hogy a, az egyik kedvenc betege rosszul van, vagyis elsírja magát, de hát ez nekem nem probléma. Én nekem jó, hogyha sírhatok, hiszen, hiszen egész nap uralkodok magamon, és tök jól működök, akkor legalább a pszichiáter rendelőjébe hagy sírjam el magam, mert ha még ott se síratom el magam, akkor aztán tényleg el vagyunk veszve, akkor hova tart ez a civilizáció? Akkor nem csodálom, hogyha 15 éves kislányok a Facebookon írogatnak, hogy öngyilkosok lesznek, mert tegnap előtt konkrétan ez történt egyébként az egyik csoportban, hogy egy kislány ilyen rejtett öngyilkossági Fenyegetőzésekkel jött egy csoportban, és elég megviselő volt ezt olvasni nekem is, hogy gyakorlatilag a fiammal szinte egy idős gyerek ezt írja be, aztán másoknak is. Ráadásul meg ott van az a lehetőség, hogy lehet, hogy nem is valós profil és nem igazat mondott, ezt nem tudhatjuk. A lényeg az, hogy a sírás nem dekompenzáció, és a dekompenzáció megelőzése ne úgy történjen, hogy az emberekből elhízott nyálcsorgatós élőhalottakat csinálunk, mert megmondom őszintén, hogy, hogy így ez, ez, egy botrányos dolog igazából, tehát azért, mert nincs kapacitása magyar pszichiátriában, ami szerintem így csak már csak nyomokban létezik, legalábbis amennyit én látok belőle. Tehát ezért, ezért ne csináljunk már a betegekből ilyen gyógyszerrel átítatott szerencsétleneket. És értem, hogy nagyon szép gondolatokkal meg lehet ezt indokolni, hogy de hát miért jó, de gondoljunk már arra, hogy ezek olyan, olyan kémiai szerek, amik igazából nem tesznek jót az embernek. Tehát az, hogy egy adott pszichiátriai betegségben, akut pszichózisban és, és ilyen nagyon súlyos állapotokban ezek segítenek, és mondhatni egyfajta ilyen, gyors beavatkozási fegyvernek minősülnek, de, de attól, még, attól még ez nem az embernek a természetes működését támogatja, hiszen, hiszen maga a pszichiátriai betegség is tulajdonképpen egy, egy reakció, egy traumára, és a, az embernek egy túlélő mechanizmusa, és mivel az ember egy olyan összetett állat, egy olyan bonyolult lény, ezért bonyolultabb túlélő mechanizmusa van, és 2022-ben ezt jó lenne, hogyha már végre ö, több szakember látná be, mert persze vannak szakemberek, akik tényleg úgy gondolkoznak, mint én, és azt mondják, hogy igen, az érzéseket el kell fogadni, az érzéseket át kell érezni, és meg kell tanulni élni velük. És sőt, van olyan orvos, aki azt mondja, hogy a hanghallással is lehet együtt élni. Úgy, ahogy én megtanultam együtt élni a ténitusszal. Majd erről is fogok beszélni, mert ez egy nagyon érdekes történet. Amúgy. Tehát a mai, mai vizitem is arra, arra döbbentett rá, hogy igen, érdemes nekem a vlogot tovább csinálni, már csak azért is, hogy, hogy észrevegyem, vagy mások észrevegyék, hogy mikor vagyok dekompenzált állapotban, mert, mert ez kicsit ijesztő. Hogy hogy emberek, ráadásul nem tévedhetetlenek, tehát tévedhet, téved, tévedésre képes emberek, tulajdonképpen egy pár perc alatt dönthetnek arról, hogy te egy olyan ö, kemikáliát szedjél, amitől a gondolataid ö, leblokkolódnak, és, ö, és tulajdonképpen az emberi mi voltodba avatkoznak ezzel bele és az érzéseidet letompítják, és ez, tulajdonképpen riasztó, hogy, hogy, úgy döntenek erről, hogy a napodnak egy szeletét látják. Egy, egy mesterséges környezetben, ahogy ott ülsz, és, és, esetleg szorongsz eleve. Én, én nem hiszem, hogy, hogy ez orvosszakmailag korrekt lenne. Vagy hogyha most már arról szól az orvos szakma, hogy előzzük meg, hogy a betegek sírjanak, vagy érezzenek, vagy kiboruljanak, akkor, akkor meg én kérek elnézést. Akkor 30 éve mm, rossz irányba tanultam, rossz irányba fejlődtem, akkor most nekem újra kell gondolni a dolgot. De de mondom, hogy ez, ez engem tényleg elképesztett. És, és utána én, én, még így magyarázkodtam neki, hogy de hát ne haragudjon, doktornő, no én, én, nagyon jól vagyok, én, én, nekem nagyon klassz élményeim vannak minden nap, és, és én azt, hogy most itt elsírtam magam, az, az nem jelent semmit. Tehát az emberi. Lehessünk már emberek. És az a baj, hogy ha már van egy pszichiátriai diagnózisod, akkor bármit csinálsz utána, akkor nem nem az emberhez fognak mérni, hanem ahhoz a pszichiátriai diagnózishoz. És nem gondolkoznak, hogy attól, mert neked van egy ilyen diagnózisod, te még más vagy, mint más pszichiátriai betegek ugyanabbal a diagnózissal, hiszen eleve nagyon sok olyan diagnózis van, mint például az enyém, ami maga egy spektrum. Tehát az, hogy így ki van mondva, hogy oké, okay, ez van, de attól. attól én még lehetek olyan jó állapotban, hogy, hogy jobb állapotban lehetek, mint egy diagnózismentesen élő ember. Én nem is mondom azt, hogy egészséges, mert szerintem vannak a diagnózis nélkül élő emberek, meg a diagnózissal élő emberek. Hiszen azt veszem észre a mindennapokban, hogy gyakorlatilag bárkire rá lehet tenni egy diagnózist, csak elő kell venni a könyvet, és kiválasztani a megfelelő BNO kódot. Úgyhogy, úgyhogy én például úgy élek, hogy nagyon tudatosan figyelek az állapotomra, mert mivel egyedül vagyok a fiammal, nekem nagyon fontos, hogy én jól legyek. Én ezért nem iszom soha alkoholt. Bár bizonyos mennyiségű alkoholt ihatnék a gyógyszeremre, hiszen nagyon sokan, akik ilyen gyógyszerekkel élnek, néha egy-egy kocintás egy-egy leháim nyit megengednek maguknak, de én azt vallom, hogy, hogy, az én életemben ennek nincs helye, mivel hogy nekem teljesen észnél kell lennem. Tehát én nem engedhetem meg magamnak, hogy, hogy így egyszerűen játszak a tudatállapotommal. Ez, ez, nem játék, ez nagyon komoly. Tehát nekem dupla annyira kell odafigyelnem, mert, mert hogyha az én diagnózisommal, én esetleg becsítsentek, akkor nem azt fogják mondani, hogy, ja, izé, egy kicsit többet volt, ugyan már, hanem, hanem akkor rögtön az a szörnyű működés, hogy, hogy úr Isten, ezekre a gyógyszerekre iszol, milyen felelőtlen vagy. Tehát abszolút ki kell zárni. És ezért például, amikor elmegyek a zsinagógába, mert főleg oda szoktam elmenni, ott van lehetőség arra, hogy kocint csak emberekkel nem járok máshol, és itthon nincs alkohol. Tehát Igazából a családom ezt abszolút tudja, elfogadja, ott, ott így nem értik, de elfogadják, gondolják, biztos száraz alkesz vagyok, vagy mit tudom én, mit gondolnak. De, de az a lényeg, hogy, hogy nekem, nekem évek óta ez egy nagyon fontos elvem, hogy a tudatom tisztaságát nagyon meg kell őriznem. És 2019-telén, mikor a volt párommal megismerkedtem, és aztán sajnos egész 2020-ban én, én, elhittem neki azt, hogy ugyan már egy kis alkohol nem árt, és mindig, mindig söröztünk, meg mindig kocintottam vele, és éreztem magamon, hogy ez nekem nagyon rosszat tesz, de ő mondta mindig, hogy á, de hogy nehogy már elítesz vele, mert vannak epilepsiások, akik, akik minden nap isznak, és én, én igazából mondtam neki, hogy attól, mert más minden nap iszik, attól nekem nem kell, de nem is nagyon értettem, hogy egy egészségügyi szakdolgozó miért próbálja velem elítetni azt, hogy az oké, okay, hogy én tudatmódosító szert fogyasszak, mert az alkohol az tulajdonképpen egy idegméreg, egy tudatmódosító szer. És, és amikor ezt úgy hosszú távon, hát mondom, ez nem volt, nem volt rendes ivászat, csak mondjuk ilyen kocintások, meg 0, 4%-os sörök. Tehát tényleg, tényleg ilyen lájtos dolgok. De de nem tesz jót. De komolyan, komolyan nem tesz jót. Az, az ember szervezete nagyon érzékeny, és az enyém meg, még annál is érzékenyebb, és, és éreztem, hogy épített le. És szerintem ettől is ö, kerültem rosszabb állapotba. És utána, ahogy ez a dolog így megszűnt körülöttem, és ö, elkezdtem megint nagyon figyelni a tudatosságra, ami persze van, akinek borzasztóan bosszantó, mert valaki már a mindfulness szótól is kiborul, Ö, a, a, úgy elkezdtem rögtön vissza, visszatérni magamhoz, és ez tök jó. És, és mondom, hogy hogy én a gyógyszert is mindig minimális adagban szedtem évekig. És a neurológusom abszolút oké okay volt ezzel, és és nekem folyamatosan volt, aki engem így kövessen, és is ismert, és, és tudott az állapotomról, de, de azzal, hogy, hogy ugye sajnos a tavalyi évben úgy nagyon kiakasztottak igazából, olyan környezetben voltam, meg olyan, olyan dolgok történtek körülöttem, hogy, hogy azok olyan szinten stresszeltek, hogy, hogy abba még egy teljesen diagnózismentes ember is összetört volna. Valószínűleg talán jobban is, mint én, mert én, én már hozzá voltam egy, egy, Szóval, hogy mondjam, lehet mondani, hogy hozzá voltam szokva az ilyen, ilyen eszméletlen stresszhez. Tehát én, én bennem több volt az ellenállás, a reziliencia, mint, mint egy olyan emberben, aki a kis margarétás rétről csöppent bele a, a sárba. És mondom, hogy hogy erre, erre, én nagyon vigyázok, hogy, minél kevesebb ö, tudatmódosítót szedjek, akkor is, hogyha azt legálisan írná fel az orvos, és akkor is, hogyha az orvos is szedi, mert engem, engem igazából nem érdekel, hogy tehát nem, nem, vagyok azért felelős, hogy mások mit szednek, és, és nem az, nem, az, befolyásolja az én életemet, hogy a doktornő is bedob néha egy frontint, mert, mert mindenki tegyen, amit jónak lát. Tehát, hogyha ha az egészségügyi szakdolgozó napi öt dögerős kávét iszik, és cigizik, meg, meg össze-vissza a gyógyszereit, az nem azt jelenti, hogy nekem a betegnek is ezt kell csinálnom. Tehát én döntetek úgy, hogy én vigyázok az egészségemre, mármint arra a kicsire, ami maradt. És, és ezért mondom, hogy mi nem vagyunk egyformák. Tehát biztos vannak olyan betegek, akik ö, úgy döntenek, hogy kárt tesznek magukban, mert tök mindegy, hogy mi történik velük, mert akár ihatnak is, meg drogozhatnak is, mert úgy is már minden mindegy. És vannak olyan betegek, akik az élet szélén vannak, az sokkal rosszabbul vannak, mint én, és mégis vigyáznak magukra, és nem ilyen álhedonista módon, össze-vissza élvezkednek, és utána, utána rosszul lesznek. És az a baj, hogy én hagytam magam így manipulálni, hagytam magam befolyásolni, elhittem azt, hogy, hogy a úgymond hedonizmus, az így jó az embernek, igazából ez, az nem jó, az borzasztó káros, mert elhitetsz magaddal egy ál önszeretetet, ami nem hiteles és nem valódi, hiszen ha szereted magad, akkor nem teszel magadban kárt. És én, és én elítem, hogy én azzal, hogy én fegyelmezetten élek, és odafigyelek magamra, és tudatos vagyok, azzal nem szeretem magam, mert így azt mondták nekem, azt mondta nekem ez a személy, hogy, hogy ez a nagy, hogy is mondta, hogy az az önmegtartóztatás, meg hogy, hogy túlszabályzod magad, ez mennyire káros, csak abban nem gondolt bele, hogy bizonyos Emberek, embereknek pont ez életmentő. Tehát az olyan, mint hogy egy cukorbetegnek azt mondanád, hogy jaj, mi ez a nagy önszabályozás, mi ez a nagy önmegtartóztatás, nem lesz el ettől te szentebb. Gyere, menjünk be a cukrászdába, együnk egy nagy tortát, parfét, habos kakaót, minek nyomod magad inzulinnal, így kínzod magad ezekkel a tűkkel. tehát, tehát gyakorlatilag ha, ha megnézzük egy fizikai betegséggel ugyanazt, amit ez a személy tett velem a, a neurológiai és ö, pszichés problémákkal kapcsolatban, és akkor azt, azt lehet megfigyelni, hogy, hogy ő tulajdonképpen egy egy cukorbetegnek adott nagyon finom édességeket, ami valóban nagyon jó volt, gúzta volt meg minden, de olyan, olyan kómába kerültem tőle, olyan rosszul lettem tőle. És... Ö, vagy mondjuk egy tüdőbeteggel megkóstoltatsz egy nagyon finom szivart. Lehet, hogy ez egy nagyon exkluzív, drága kubai szivar, és van, aki ezt baromira értékeli, és a hedonizmus tetőfoka olyan kubai szivart szívni, de hogyha egy tüdőbeteggel ezt megszivatod, akkor szerencsétlen szinte megfullad, de lehet, hogy bele is hal. És igazából erre kéne tekintettel lenni akkor is, mikor egy olyan emberrel találkozik valaki, aki egy picit neurodiverzebb, mint mások, vagyis konkrétan az is lehet, hogy diagnosztizálatlan autista, mert, mert, nekem például nagyon fontos a rend, meg a struktúra, meg a keretek, hogy a napjaim kiszámíthatóak legyenek, hogy biztonság legyen körülöttem, és, és minden meg legyen úgy tervezve. Ne legyenek ne legyenek feleslegesen váratlan események, mert az egy dolog, hogy, hogy vannak valóban az életben váratlan események, de hogyha naponta 50 váratlan esemény van, akkor a nagyobb és komolyabb váratlan esemény az teljesen felborít. Tehát, hogyha, hogyha a napom kiszámítható, és mondjuk reggel, délben, este nyugalom van, megvan a kis rutin, ahogy mostanában mondani szokták, akkor én nagyon jól tudok alkalmazkodni egy ilyen Viszmajorhoz, bármi történik is. De hogyha a mindennapjaim teljesen zaklatottak, mert, mert, a reggeli keléstől az esti lefekvésig zaklatottá teszik őket, akkor, akkor igazából magától értetődő, hogy utána nem leszek jól. És, és lehet, hogy, lehet, hogy egy, egy Ilyen neurotipikus ember még azt is bírná, hogy reggel üvöltenek vele, délbe cirkuszolnak, este röhögtetik, de de igazából én meg azt szeretem, hogyha este csönd van, reggel nyugalom van, délben ke kedélyes ellevés van, és nem ez a folytonos zsizsegés, tehát ez, ez, ezek a szikrák a levegőben, tehát ez nem kéne hogyha én úgy érzem, hogy ez nekem nem jó, meg nekem nem jó a 0,4%-os sör sem, meg, 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 el tudom mondani, hogy nekem mi nem jó. Például nem jó nekem a dohányzás sem, és, és, és ez a személy így rávett engem, hogy cigízzek, mert így mondta, hogy hát, ó, ne képzeld már magad olyan szentnek, gyere cigizz velem, úgyis te is dohányoztál, és, és valahogy így tudott úgy, úgy manipulálni, úgy, hogy mondjam, dolgozni rajtam, hogy így észre se vettem, és így belecsúsztam, belecsúsztam ilyen régi káros működésekbe, és, és mikor próbáltam visszalépni, próbáltam visszavenni, akkor mindig így mondta, jaj, ne, ne legyél már ilyen kis szentike, ne akarj már tökéletesebb lenni másoknál, de, de, bocsánat, miért ne lehetnék jobb másoknál? Nem szabad, mert, mert mindenkinek egyenletesen sárosnak kell lenni. Hogyha én találok mondjuk egy, egy, egy magasabb sziklát, akkor én oda nem mászhatok ki, hogy ne nyeljen el az ár, vagy, vagy mi a baj? Tehát én nem értem, hogyha sok ember csinál sok hülyeséget, akkor, hogyha én nem csinálom, akkor, akkor én már elítélendő vagyok. Szóval, szóval ez ilyen nagyon, nagyon érdekes dolog. Sok, sok, felé visznek itt a gondolatok, amikor ezt végig gondolom, hogy én miben voltam benne, és miért is kezdtem el gyógyszert szedni. És tulajdonképpen rájöttem, hogy, hogy az a helyzet, ami itt tavaly volt, az a helyzet, amiben én gyógyszert kezdtem el szedni. Persze orvosi receptre, de eleve már az orvoshoz úgy vittek el, úgy kísért el, hogy, hogy, én egy borzasztó zaklatott állapotban voltam, de nem azért voltam zaklatott, mert én, én magam belülről voltam rosszul, hanem, hanem kívülről csöpögtették belém ezt az állandó feszültséget, tehát amit körülöttem itt így, így korbácsolták a vizet. Hogy is mondjam, ez, ez borzasztó rossz volt, mert, Igazából, hogyha egy, egy ember körül nyugalom van, de nem is kell az, hogy így síri nyugalom legyen, nem kell egy gumiszobában élni, hanem csak egyszerűen ilyen átlagos nyugalom, mint ami most van. Tehát, hogy senki sem visít nekem reggel, hogy miért kell felkelni, este nem nyávog nekem senki, hogy éhen halunk, és, és, az egész nap olyan szépen rendezetten folyik, mindenki tudja, mi a feladata, senki sem drámázik, nem olvasunk feleslegesen híreket arról, hogy Németországban milyen járvány van, Oroszországban hányan halnak meg, meg Ukrajnában, meg az afrikai éhezők, meg hogy mucsaröcsögén valakit lekéseltek. Tehát, bocsánat, de, de ezek... Az, hogy ezeket olvassuk, nem leszünk műveltebbek és tájékozottabbak, csak egy csomó felesleges, ö, stresszes információval zuhanyozzuk magunkat, ami káros, amit nem kell. Tehát rengeteg dolog van az életben, amivel az ember elfoglalhatja magát, és hogyha valaki úgy szeretne élni, hogy, hogy nem akar állandóan szorongani, akkor nem kell ömleszteni magára a híreket de hát ezt nagyon sokan tudják, és így is élnek, és, és, nem értettem igazán, hogy miért zavar az mást, ha én szeretnék magamra vigyázni, de, de aztán igazából rájöttem, hogy ha én kellőképpen le vagyok szerelve, akkor sokkal jobban lehet engem irányítani, és valószínűleg így ezért történtek ezek az események, mert igazából csak elég lett volna engem békén hagyni, és akkor nem lettem volna zaklatott. És így kérdezte a doktornőm, hogy mégis hogy határoztam el, hogy lecsökkentem a gyógyszert. És akkor elmondtam neki, hogy hogy nekem a másik orvosom mondta, hogy amikor majd egy kiegyensúlyozottabb lelkiállapotba kerülök, akkor ezt csökkentsem le, és abba adhatom, mert az a másik orvos nem, nem ilyen gyógyszerpárti igazából szerintem ez az orvos sem, csak, csak ugye, mivel ritkán lát, így benne van a félsz, hogy úristen, de mi lesz, ha ez nincs leszedelve, akkor jaj, valami történhet, és akkor őt fogják előszedni. Ami érthető ez a félelem, de hát na. És a másik orvos mondta, hogy nyugodtan hagyjam ebbe ezt a gyógyszert, amikor jobban leszek. De ugye, ha engem folyamatosan stresszelnek reggel délben este, akkor nem leszek jobban. Viszont két hónap ezelőtt lassan kezdődött az élet. Lassan kezdett az életem egy egy nyugalmasabb vágányra terelődni. És és azért éreztem azt, hogy hogy most már ö, lassan csökkenthetem. És ö, ez volt a döbbenetes, hogy így a úgy reakált, hogy tehát maga most válik. Mondom neki, jó, az egy dolog, de de én ezt ö, tiszta észszel akarom megélni én nem gondolom azt, hogy a vállás az egy olyan dolog, amiben bele kell őrülni, meg ö, amit ilyen teljesen leszedálva és kontrollvesztett állapotban kéne hagyni, hogy átmenjen rajtunk, mint egy úthenger. Én úgy gondolom, hogy pontosan egy, egy válláskor, pontosan egy, egy, ö, egy ilyen nehezebb életeseménykor adják meg az embernek azt a lehetőséget, hogy ezt messze menőkig átérezze, elgyászolja, elsirassa és újraépítse magát. És nem lehet újraépíteni magad, hogyha szénnyi van gyógyszerezve az agyad. És az a szomorú, hogy, hogy ma olyan kevés a jó szakember, és egyáltalán a szakember. Tehát itt, itt nem csak arról van szó, hogy a jó szakember kevés, hanem önmagában olyan kevés pszichiáter van és pszichológus, és önmagában olyan kevés embernek van arra pénze, hogy magánellátásba eljusson, hogy, hogy egyszerűen így működik a, a, az emberek lelki ellátása, hogy jaj, valami történik, akkor inkább ne érezze, inkább kapcsoljuk ki, valahogy nyálcsorogva el lesz, csak nehogy, nehogy, nehogy történjen valami. És, és az emberek nem is gondolkoznak azon, hogy jaj, az egy dolog, hogy válik a másik, de, de lehet, hogy ez neki mondjuk jó. És, és, attól, mert lehet, hogy valamelyik orvos túl van egy pár traumatikus életeseményen, nem kell azt gondolni, hogy egy másik ember számára az, hogy válik, az egyenlő avval, hogy háborúzik, utálkozik, meg mit tudom én, minden nap ki van bukva. Én, én azt gondolom, hogy lehet normálisan is válni, meg lehet úgy is válni, hogy szépen feldolgozzuk az érzéseinket. Amikor sírni kell, sírunk, amikor örülni kell, örülünk, amikor beszélgetünk, beszélgetünk, és, és szépen tudatosan odafigyelve lehet válni, és az a legszebb. Én nem gondolom, hogy az a jó vállás, amikor izé, ajtócsapkodás van, meg üvöltözés, vagy vagy ilyen teljes ilyen alkoholos, meg izé receptes gyógyszerkóma. Mert így a magyar lakosságnak a fele kb. ilyen alkoholkőzben válik, meg dobálgatja be szanaxot. Tehát én, én azt gondolom, hogy sokkal egészségesebb tiszta fejjel, tiszta testtel válni, tehát hogy a maximum méreg a koffein legyen, meg az autókipufogó. És... Biztos, hogy sokan azt mondják, hogy na, de ez lehetetlen, hát a mai világban ilyen civilizációs ártalom, hát ez természetes, de amúgy is van egy csomó civilizációs ártalom akaratunk ellenére, akkor azt már hagyd döntsük el mi, hogy ami a mi akaratunkon múlik, az ne történjen meg az az ártalom. És hogyha mi nem akarunk ö, ö, tudatmódosítókat fogyasztani, se receptkötelest, se pedig olyat, amit a dohányboltba vagy a, az italboltba vásárolnak meg, akkor döntessünk úgy, hogy, hogy ezt tiszta fejjel végig csináljuk, mert vannak arra technikák, hogy az ember saját magát megnyugtassa, és lehiggadjon, és, és újraépítse magát, és elsirasson dolgokat, és nem kell ettől megijedni, és ezért fontos, hogy beszéljünk, és ezért... Ezért fontos, hogy meghallgassunk másokat, mert, mert lehet, hogy azt az embert, akit meghallgatunk, pont akkor mentünk meg attól, hogy valamilyen tudatmódosítóval kikapcsolja az agyát. És én mindenkit erre bíztatok, hogy, hogy akármennyire is egyfajta kultúra itt Magyarországon az, hogy iszunk, gyógyszerezünk, cigizünk, dögerős kávékat iszünk naponta legalább háromszor, én, én azt gondolom, hogy, hogy nyugodtan ragaszkodhatunk ahhoz, hogy, hogy erre nincs szükségünk, hogy szeretnénk az életünket úgy megélni, ahogy van. És, és aztán, ha nem működik, mégsem, még mindig ott van a lehetőség, hogy akkor nagyon finoman és tudatosan az ember elkezd gyógyszert szedni. de nem prevencióként, hogy ne érezzen, mert az egyszerűen ilyen nagyon bizarr. Tehát, tehát nagyon, nagyon bizarr, hogy, hogy, az emberi érzések ekkora pánikot váltanak ki másokból. Pedig én tényleg összeszerett vagyok, tehát így ma is beszélgettem egy nagyon kedves barátommal, és ő is mondta, aki amúgy otthon van ezekben a témákban, amiről most beszéltem, és ő is mondta, hogy, Hát Vanda, te mindig nagyon összeszedetnek tűnsz, pedig beszéltem vele úgy, hogy éppen nagyon magam alatt voltam. És, és hát valóban, én, amíg engem módszeresen szét nem szednek, addig én nagyon összeszedett vagyok. sajnos vannak emberek, akik módszeresen szétszednek, szét tudnak szedni, biztos. Találkoztam már egy párral, és nagyon remélem, hogy az életem folyamán már nem lesz sok ilyen emberben részem, mert mert ijesztő, ijesztő volt ezt megtapasztalni, hogy egy éveken át tartó, kiegyensúlyozott, jó állapotból hogyan csúsztam a szakadék szélére. És most hogyan kell magamat összeszedni, hogyan kell orvostól orvosig menve visszanyernem az én valóságomat. És, és uh, megerősítést kapnom a szakemberektől, hogy igen, élek, és jól vagyok, és köszönöm, lehet ilyen diagnózissal jobban lenni. És, és nagyon, edés nagyon megható is az a segítség, amit kapok ebben tőlük. Tehát még az a szakember is, aki ma nagyon megijedt, mert sírtam, vég, a végső soron elismerte, hogy igazam van, mert tényleg. Tényleg fontos, hogy az ember sírhasson, és és az összes többi, aki engem támogat, meg, meg velem jó volt. Az nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy hogy azt az elveszett bizalmat visszakapjam. Ami nekem nagyon hiányzott, és két hónappal ezelőtt azt sírattam a legjobban, hogy, hogy egyfajta bizal bizalom most így elfoszott és és nekem sokáig kell majd ezen dolgoznom, hogy ez megint létrejöjjön, és közel tudjak magamhoz valakit engedni. Hát ezt akartam elmesélni, és mondom, hogy, hogy ez, ennek a vlognak ez is a célja, hogy, hogy ezeket rögzítsem, ezeket a gondolatokat, és hogyha majd egyszer jön egy nagyon hirtelen hebehúrgya, hozzáértő, <laughs> akkor akkor nézze meg ezeket a videókat, és gondolkozzon el, hogy kinek kell gyógyszert adni, ki a beteg. Ez a társadalom, ahogy nem bírja elviselni az emberi érzéseket, vagy, vagy azok az emberek, akik szeretnék megélni az érzéseiket, és szeretnének megtanulni az érzéseikkel együtt élni. Mert én azt gondolom, hogy a, az egészséges emberi lét az nem ö, ilyen mindenféle. Alkohol és egyéb segédeszközökkel kell, hogy történjen. Hiába van ennek kultúrája, az nem azt jelenti, hogy mindenkinek kötelező. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, és búcsúzom, és mindenkinek azt kívánom, hogy sose legyen arra szüksége, hogy a, a valóságot le kelljen csekkolnia, és emberekhez azért kelljen mennie, hogy kapjon egy, egy visszajelzést arról, hogy igen, minden oké, okay, nyugi, létezel. Sziasztok!